A kékek mai adásában. Játékosaink ebben a szezonban is új mezben feszítenek majd. Ott voltunk a csapatfotózáson, ahol nevetésből nem volt hiány. Aztán Báhidi Bencével beszélgettünk, aki arról mesélt, milyen volt az első nyara apukaként. Majd Nagyszent Miklósra, a Crvena Zvezda elleni edzőmérkőzésre is elkísértük a csapatot. Vamos! Előző adásunkban bemutattuk új hazai mezőnket, augusztus közepén pedig már ez a szerelés feszült mindenkin a csapatfotózáson, illetve a később majd a Pikk Arénában látható animációk elkészítésekor. Mi is ott voltunk kameráinkkal a fotózáson, azt pedig ezúttal is tapasztaltuk, hogy ahol Bogi ott van, ott nevetésben nincs hiány. Okay, sorry, I will be quiet. I will be quiet, easy. Yes, yes, yes. Tegyétek el humorosba. What do you need to make here? This look now. Mindenki lesz csinálják. So dangerous. Mehet, ready? Yes. De nem csak szélsőnk okozott mókás pillanatokat stábunknak. Itt az ideje, hogy ti is meg a játosok. A mérkőzéseken a gólszerzést követően sok játékosból szokott kiszakadni egy üvöltés, de az óriási szurkolás miatt nem lehet teljesen tisztán hallani ezeket. Most Ricsi és Bogi megmutatja, milyen lenne gólörömük néma csendben. Bocsánat! A délelőtt folyamán a labda is többször előkerült, 9-esünk pedig megmutatta, hogy nem csak kézzel bánik ügyesen vele. Magad a kázzal? Nem csak azt lefőzött. Nem áll. Tényleg? Nézd oda. Aztán nem. Jó, oké. Okay. Jó, még egy ilyen lövőcselszerűség. Nem ilyet, nem megláttad? A nap azonban itt még nem ért véget, hiszen a fotózás után készült el az új idegenbeli mezőnkben mutató klipje a Szegedi Kortárs Balett közreműködésével. A Szegedi Kortárs Balett már nem először dolgozik együtt klubunkkal, hiszen például a Kiel elleni csarnokavatót megelőzően is felléptek szurkolóink előtt. A mez bemutatásához pedig egy kifejezetten lendületes koreográfiával készültek. A két csapat, a két társulat együttműködése ebben az évben is folytatódik szerencsére. Most épp egy új mezt mutatunk be, sok tánccal, sok mozdulattal, egy kis vidámsággal, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ez az évad is mind a csapat számára is sikeres lesz, és a társulatom a Szegedi Kortárs Balett számára is. Ez a koreográfia leginkább dinamikáról szól, arról, hogy a tánc is valahol a sporthoz közeli műfaj. Nyilván tudjuk, hogy ennél sokkal több is tud lenni, de a mozgás számunkra ugyanolyan fizikális, ugyanolyan sok edzést kíván, úgyhogy ez a kettőnek a közösségét mutatja be tulajdonképpen ez a pici kis klip. Játékosaink már birtokba is vették új szerelésüket, amely eltérő gondolatokat ébresztett bennük. I think it looks cool. Szerintem nagyon menő néz ki, kicsit retro, nekem tetszik. Ez a világos kék rész a legszebb szerintem, nem tudom miért, de nekem ez jön be leginkább. Szép, meg szép.
annyi a probléma a mezzel, hogy ez egy argentin mez, és a Lionel Messi hiányzik róla, meg egy 10-es szám, úgyhogy a Martinsnak lehet, hogy lesz egy kis problémája vele, nehogy összecserél egy a kézilabda pálya a focipályával, de hál' Istennek nincs olyan nagy tudás a fociba, úgyhogy szerintem nem lesz ez a probléma. A focival ellentétben a kézilabdát illetően már cseppet sem hiányzik a tudás játékosainkból, akik az edzőtábor után sem tekerték lentebb a fordulatszámot. Kezdünk egyre jobb formába lendülni, nagy hangsúly van a taktikai felkészülésen is már, néhol még az időzítésen van mit csiszolni, de jó úton járunk, lépésről lépésre haladunk, készek leszünk a szezon kezdetére. Most úgy érzem, jó az energiaszintünk, de ha közvetlenül Kránszka Góra után kérdezted volna, valószínűleg nem ezt mondom. Az elmúlt hetek már kicsit könnyebbek voltak, érzem a lábaimban a kemény munkát, de már jobb, mint volt. Fel van építve ez a felkészülés, így a meccsek terén. Az edzőtábor az kemény volt, mint minden évben, de azt gondolom, hogy ilyenkor kell lenyomni a rugókat, hogy azok utána felpattanjanak szeptemberben. Ekkor azért még sokkal több a fizikai fáradtság, ezáltal sokkal több a technikai hiba, vagy éppen a rossz lövés, mert mondjuk előző nap egy kondi volt, úgyhogy azért szeptember közepére ez már csiszolódni fog, és addigra már szerintem sokkal jobb állapotban is leszünk, és sokkal frissebben tudunk majd belemenni a meccsükbe. Bár javában zajlik a felkészülés, most mégis egy picit kanyarodjunk vissza arra az időszakra, amikor játékosaink még jól megérdemelt pihenőjüket töltötték. Ez a lazítás viszont az idei nyáron csapatkapitányunk számára máshogy alakult, mint a korábbi években. Most kicsit kevesebb ide jutott a pihenésre, mint az eddigi nyarakon, hiszen úgy mentem el a nyárra, hogy azért a derekam nem 100%-os, nem volt 100%-os, és ezért heti szinten gyógytornáznom kellett, oda kellett figyelnem úgymond a mozgásra, hogy mindig meglegyen ugye napra lebontva, vagy éppen a nyújtás, vagy éppen a mobilizáció, de azt gondolom, hogy elég volt ez a nyár arra, hogy fejben az ember kipihenje magát, fizikálisan most tényleg kevesebb jutott a pihenésre, de ez most így alakult. Azért természetesen nem ez volt a fő indoka annak, hogy ez a nyár teljesen más volt Bence számára, mint az eddigiek. Márciusban mi is beszámoltunk arról, hogy Beálunknak kislánya született. Amikor decemberben kérdeztük az apaságról, így nyilatkozott. Izgatott vagyok, meg kíváncsi, hogy milyen lesz egy 3 kilós, 4 kilós kisbabát tartani a nagy tenyeremben, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk már. Bella pedig márciusban megérkezett és fenekestül felforgatta Bencéjék életét, de szerencsére a családtól rengeteg támogatást kapnak. Általában időben keltem, és akkor reggel megcsináltam a tornámat, utána pedig egész napom ott volt a picivel, meg a családdal, de ha elmentem futni, akkor ugye ott volt a feleségemnek az anyukája, ők tudtak rá vigyázni, mert az egész család ilyenkor leköltözik a Balatonra, úgyhogy nagyon sok segítségünk volt. Csapatkapitányunk pedig jó apukaként próbál a lehető legtöbb feladatban besegíteni. Etetek, altatok, fürdetek, úgyhogy minden olyan dologban szerintem tudok segíteni a feleségemnek, amikor éppen neki szüksége van, vagy ha éppen neki dolga van, akkor én ugyanúgy otthon vagyok egyedül a Bellussal. Szóval azt gondolom, hogy így nagyon jól kiegészítjük egymást, hogy nem az van, hogy csak ő tud mindent, én meg én nem értek semmihez, úgyhogy az elejétől fogva úgymond szerepet vállaltam a nevelés, meg a foglalkozásban. Ahogy még időszámításunk előtt Horácius mondta, más az elmélet és más a gyakorlat. Ez a gyermeknevelésre is igaz,
amit Bence meg is tapasztalt. Még terhes volt a feleségem, addig nagyon sokat olvastam ezekről, de aztán amikor megszületik a pici, onnantól kezdve teljesen más ezt élőbe úgymond csinálni és gyakorolni. A pelenkázás meg ezeket, amikor most jön a foga, hogy mit csinálja, hogy csinálja, minden gyerek más, úgyhogy ezt hiába írják le. Ezt ki kell tapasztalni, hogy mi az, ami jó neki, éppen hogyha fáj a foga, vagy éppen hogyha egy oltás után van. Szóval nem egyszerű a gyereknevelés, de ez a legszebb az egészben. Újdonsült szülőként az egyik legégetőbb kérdés, hogy vajon mennyire lesz jó alvó a pici. Minket is érdekelt, hogy milyenek az éjszakák Bellával. Nagyon jó igazából, mert egyszer kell éjszaka, akkor is ugye megeszi a kis tápszert, és akkor utána alszik tovább vissza, szóval mi is tudunk tőle pihenni. Most már kijött két foga, azt is úgy egész jól viselte, szóval nem voltak olyan nehéz éjszakák. Néha-néha van egy-egy, de én azt gondolom, hogy minden család életében ez előfordul. Egy kisgyermekkel azért a nyaralás során az utazás és az otthontól való távollét sem egyszerű, így erre is különös figyelmet kellett fordítani. Mi is azért odafigyelünk arra, hogy hova megyünk, például meg kell nagyon terveznem, amikor lementünk Győrbe az én családomhoz. Most a Balatonra is úgy mentünk, hogy hosszabb időre, levittünk szinte minden cuccot. Amikor most hazajöttünk, akkor meg haza hoztunk mindent, mert hát valahogy azt akarjuk megadni a gyereknek, hogy ne érezze azt, hogy máshol van, hanem mindig, mintha az a kis otthona lenne. És hát nem egyszerű, de azt gondolom, hogy kell neki is az, hogy szocializálódjon, hogy lásson új embereket, hogy legyen éppen a feleségem anyukájával, vagy az én anyukámmal, úgyhogy a mamákkal, és ezért így is szoktatjuk és neveljük. Sok csapattársának van már a gyermeknevelésben tapasztalata, de nem volt kérdés, hogy ha segítségre van szüksége, akkor az kitől érkezik majd. Úgyhogy az mindig bombázott tanácsokkal, meg ugye ott lakik a szomszédban, és ha bármi kérdés van, azért tudnak segíteni. Nálak ugye már két gyerek van, ugye idősebbek, és ha bármi problémánk van, akkor általában hozzájuk is szoktunk fordulni. Az elejétől fogva, amikor be kellett rakni a kocsiba az Isofixet, hogyan rakjuk be, most csak mondtam egy példát, vagy éppen, hogy melyik kádat vegyük a fürdetés, melyik babatestápoló, szóval melyik pelenkát használjuk, szóval ezekben mind kaptak tanácsot és meg is fogadtuk. Formába lendülés szempontjából az edzéseken túl az edzőmérkőzések tudnak leginkább segíteni. Csapatunk augusztus folyamán több felkészülési meccset is játszott. Stábunk Bartók Béla szülővárosába Nagyszent Miklósra kísérte el a fiúkat, ahol a Czerena Zvezdán kívül egy másik ellenféllel is meg kellett küzdeni. It was really hard. When we came. Nagyon nehéz ilyen melegben játszani. Már amikor megérkeztünk, éreztük, hogy nem lesz egy egyszerű menet, de ez van. Egész Európában ilyen az idő, szóval nem egyszerű. I think that this hot wave is everywhere in Europe, so. Amikor ilyen meleg van, akkor már az is nehéz, ha 15-20 percnél többet kell játszani, ha pedig fáradni kezdesz, onnantól még keményebb. And when you start to get exhausted, it's hard. A PIK Szeged számára nem ez volt az első alkalom, hogy meg kellett küzdeni a körülményekkel. A meleg mellett azonban a belgrádiak sem számítottak ismeretlen ellenfélnek, hiszen az előző szezon végén a bajnoki döntőre való felkészülés gyanánt szintén az egykori magyar bajnok és kupagyőztes játékosunk Ratko Gyurkovics együttesével csaptunk össze. A korábbi tervezet alapján a Konstanca ellen játszottunk volna, de ők lemondták a szereplést, Ratkóék pedig szívesen léptek a helyükbe. Nagyon örülök, hogy újra tudunk játszolni egy felkészülési meccs Szeged ellen. Mi vagyunk most új csapat. Jövünk itt játszolni egy jó meccs, és próbálni felkészülni új szezonra. Mai meccs nekünk jön picit korán, mert ez szerintem most lesz pik
biztos a Final Four-ben, és akkor nagyon, nagyon erős meccs várunk, de oké, orrulok, hogy újra tudok játszolni Pik Szeged ellen. A mérkőzés nem indult könnyen kedvenceink számára, hiszen több hiba is csúszott a játékba, számos gólhelyzet maradt ki, így a találkozó elején a Crvena Zvezda volt előnyben. Ezután Macek ragadta magához a kezdeményezést, góljainak köszönhetően pedig a csapat magabiztossá vált, így sikerült a fordítás. Majd pedig nem is volt megállás, záporoztak a gólok, amelyek közül az egyik nagyon ritkán látható körülmények között született. A csapat továbbra is ontotta a gólokat, így a szünetre 19-10-es vezetéssel mentünk. A második félidőben sem változott a játékképe, a sorozatos gólok mellett Mirko Alilovics is hozzátette a magáét védéseivel, a vége így 38-20 lett. A májusi meccshez hasonlóan tehát itt is nagy gólkülönbséggel nyertünk, de az ilyen mérkőzéseken nem is az eredménye fontos, hanem hogy az edzéseken gyakoroltakat meccs szituációban is ki lehessen próbálni. Ez történt ezen a találkozón is. Nagyon kemény volt ilyen melegben játszanunk, de megpróbáltuk ezt figyelmen kívül hagyni és a feladatunkra koncentrálni. Ezen a mérkőzésen az 5-1-es védekezés gyakorlásán volt a hangsúly, hiszen az nekünk is jó, ha több lehetőség közül választhatunk a meccseken. Szóval próbálunk mindent, amit lehet begyakorolni a Budakalász, illetve a Barcelona elleni mérkőzések előtt. Ma az volt a cél, hogy élesben is kipróbáljuk azt, amit az elmúlt hetekben gyakoroltunk, vagyis az 5-1-es védekezést. Szerintem helyenként egész jól ment, de világos, hogy van még hova fejlődni, és erre van is időnk. A hozzáállás rendben volt, elégedett vagyok. Szerintem végig jól működött a csapat. Ezen a héten az 5-1-es védekezést gyakoroltuk, ma három játékost is kipróbáltunk különböző szerepkörökben. De persze van még mit csiszolni. Nekem ma is a legfontosabb a játékosok hozzáállása volt. Több játékhelyzetben kell még javulnunk, például a felállt fal ellen, amit ma nem nagyon tudtunk gyakorolni, mert rengeteg kontránk volt. Szóval ma a hangsúly a védelmen volt, ami rendben működött. Ennek eredménye a közel 20 gólos különbség. Szeretnénk folytatni a munkát, a védelemben több variációra van szükségünk. A következő időszakban pedig támadásban a felállt fal és a 7-6 elleni játékot fogjuk egy kicsit többet gyakorolni. A mérkőzésre közel 50 szegedi szurkoló látogatott ki, és volt, aki különösen messziről érkezett. Azért jöttem, hogy meglátogassam az unokaöcsémet, a nyaralásomat töltöm Szegeden, szóval én is átjöttem a határon, hogy megnézzem a meccset. Korábban is jártam már mérkőzésen, például Veszprémben a bajnoki döntőn is ott voltam. Mint mindig, így most is örültem neki, hogy eljött. Egy játékos számára nagy öröm, ha tudja, hogy az egyik szerette a helyszínen szurkol. Tiago Szegeden nyaral, szóval egyértelmű volt, hogy eljön, én pedig próbáltam ma is a legjobbamat nyújtani, és ezt szeretném hozni a későbbiekben is. Szurkolóink is nagyon várják már, hogy végre újra tétmérkőzésen láthassák a srácokat, mi pedig arra voltunk kíváncsiak Nagyszent Miklóson, hogy ki mit vár a hamarosan kezdődő idénytől. Remélem, jól fog kezdődni a szezon. Ebben a meleg időben biztos sokkal nehezebb a játékosoknak fizikailag, de bízom benne, hogy a bajnoki rajtra minden rendben lesz, és ne feledkezzünk meg a Bajnokok Ligájáról sem, szóval bízom a legjobbakban. A bajnokságban nyilván mindenki csak győzelem esetén elégedett, a BL már más kávéház, de a Final Four egy jó cél lehet, a bajnokságban pedig meglátjuk, sikerül-e újra meglepnünk a Veszprémet. Szerintem erős a keret, mind mentálisan, mind fizikálisan. Bízok benne, hogy jól sikerült a felkészülés, és a mesternek sikerült összehozni egy olyan csapatot, ami helyet fog állni, mind a hazai bajnokságban, mind a nemzetközi kupában. Nagy várakozással tekintünk az új szezon elé, és bízunk benne, hogy nagyon jól fogunk rajtolni, és sikeresen vesszük az akadályokat, mind a bajnokságban, mind a kupában is. És a Final Four-t szeretnénk, hogyha megcélozna a csapat, végre most már egyszer bejutnánk a Final Four-ba iránykörön. Az viszont már a sorsoláskor kiderült,
hogy a Kölnbe vezető út nagyon nehéz mérkőzésekkel van kikövezve. Nagyon erős különben a csoportunk, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon és kiszámíthatatlan. Ha ránézünk a csoportra, valószínű, és mindenki tudja, hogy a Barcelona így első ránézésre a legerősebb, de különben pattog a labda, úgyhogy bármi történhet. Én bízok benne, hogy fogjuk venni az akadályokat. A Barcelona elleni BL nyitányt pedig nem csak a szurkolóink várják már nagyon. Mindenki nagyon izgatottan várja már a Barcelona elleni meccset, és ezzel a Bajnokok Ligája rajtot a PIK Arénában biztosan nagyon kemény lesz. A legkisebb kiskékek már tavaly bemutatkoztak klubtévénk nézőinek, most pedig ismét meglátogattuk őket edzésen, ahol Csányi Alexandrával beszélgettünk a korosztályról. Ők a 2014 és az annál fiatalabb korosztály, úgyhogy velük abszolút így nem csak a játékról szól az egész, meg az, hogy megszeressék magát a kézilabdát, de ők még ugye nem tudjuk őket versenyeztetni. Úgyhogy velük tényleg itt abszolút játszunk, de ők is már nagyon várják szerintem a szeptembert, hogy ők is meccsezhessenek. Annyira lelkesek a nagyobbak is, de a picik ugye nagyon aranyosak, tényleg minden edzésen odajönnek, megölelnek, tényleg látszik a szemükön, hogy várják már az edzést. A nagyobbakkal, úgymond a kisebb nagyobbakkal pedig már ugye ezért megtanulunk cselezni, kapralni, tehát velük már haladunk előre, és kezd beérni az az egy év, másfél éves munka, úgyhogy mind a kettőnek megvan a maga szépsége. Ők tavaly is nálunk voltak, és most már szerintem ez az egy év kell, míg beszoknak, tényleg megszokják, hogy mi a rend, úgyhogy szerintem egy ilyen egy évet mondanék, tehát most már látom rajtuk, hogy sokat fejlődtek a tavalyi évhez képest. Sokat fejlődtek technikában is, fegyelemben, meg figyelni is sokkal jobban tudnak, meg nyilván most már azért látta a kézlabdát, sokat jártunk ki a meccsekre, járunk ki a felnőtt csapat meccseire, a szabályokat most már sokkal jobban tudják, mint tavaly, meg úgy összességében is dolgozni sokkal gördülékenyebb velük. Itt már az alapokat le kell rakni ahhoz, hogyha esetleg majd feljebb kerüljenek, akkor már a következő edzőkönyvnek ne azzal kelljen foglalkoznia, hogy labdát vezetni, megtanítani, úgyhogy szerintem ebben a korosztályban kell tényleg lerakni az alapokat. Futni tudjon, ugrani, dobni, úgyhogy sokszor azért ugye más iskolákból jönnek, sokszor vissza kell menni még jobban az alapokhoz, hogy előtte megtanítani, futni, az mozgáskoordinációt fejleszteni, úgyhogy szerintem ezekre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, még mielőtt labdához nyúlnának. Természetesen a PIK Szeged ajtaja nyitva áll minden érdeklődő gyermek előtt, ezért összefoglaltuk, mit kell tenni akkor, ha meghoztuk a kedvet a kézilabdához. Igazából felszerelést kell hozni, a cipőt, váltóruhát, és labdát azt kap tőlünk, meg minden más mi biztosítunk, úgyhogy jó kedvet kell hoznia, és az, hogy szeressen csapatban játszani. Szerintem egy szuper csapatjáték, és tényleg megtanít arra, hogy együtt dolgozzanak a gyerekek, de mellette egy közösséget is ad. Tehát ha én visszagondolok, akkor tényleg rengeteg olyan barátom van, amit a kézlabda által szereztem. A legtöbb gyerekkori élményem kézlabdához fűződik, úgyhogy én tényleg csak ajánlani tudom, hogyha valaki szeretne élményeket szerezni, barátokat szerezni. 2-3!